Nem sikerült valami fényesen a megye egyes kiskörösi LC bajnoki szereplése. A fiúk a bajnokságban 21 pontot szereztek, így sereghajtóként búcsúztak a bajnokságtól. Ám a május 27-i utolsó mérkőzés megmutatta, hogy még maradt küzdeni akarás a fiúkban, hiszen a Soltvatkert ellen 0-3-ról álltak fel. Az első fél időben nem sikerült gold szerezni a kiskörösnek, ami nem volt elmondható az ellenfélről, akik háromszor is betaláltak a kiskörösi kapuba. A fiúk így 3-0-ás állásnál vonultak az öltözőbe, és bár az eredmény tekintetében úgy tűnt, eldölt a mérkőzés, az edzők próbálták felrázni a srácokat. Ehhez szerintünk nem kéne adni az arcunkat, ehhez a teljesítményhez, ami az első fél volt túl sok mindent nem tudtunk hozzáfűzni, mert, mert az a teljesítményhez nem lehetett. Igazából csak annyi volt, hogy ez az év utolsó fél ideje. nem csúnyát mondtam, nagyon rossz tavaszunk volt, legalább erre a fél időre szedjük össze magunkat, és mutassuk meg azt, hogy azért ennyire nem iskoláznak le minket. A kiskörösiek az 52. percben szépítettek Nagy Attila szép köszönhetően. A 63. percben nagyot hibáztak a soltvadkerti védők, amiután a kiskörösi Dulai Máté erőszakosan megszerezte a labdát, majd Nagy Attila közelről higgadtan értékesítve a helyzetet újabb gólt szerzett. A 75. percben három védő között tartotta meg a labdát a kiskörösi Szalami Júzsin, és ártalmatlan helyzetben a jobb oldalon a büntető területen belül buktatta őt Radics A 11 es Nagy Attila értékesítette, így 3-3 volt az állás. A 84. percben Szalami Eugene fejesével szerezte meg a vezetést a kiskörös, ami aztán a mérkőzés végeredménye is lett. A bajnokságban sokszor érezte úgy a csapat, hogy elhagyta a szerencse, az utolsó mérkőzésen azonban fordult a kocka. Egyszer felén kellett, hogy forduljon a szerencse, mert tényleg itt olyan meccseket buktunk el, vesztettünk pontot. Hozzáteszem, tényleg nagyon gyenge tavaszunk volt, szóval itt most nem mentegetőzés, de de kapufák nekünk kifelé jöttek, az ellenfélnek befelé lepattanó labdák, mindig úgy pattantak, úgyhogy, úgyhogy most felénk fordult. A gyötrelmes tavaszi szezon után a bajnokságot hetedik helyen záró kert legyőzése bizakodásra ad